Szeretettel üdvözlök mindenkit! Én Mészáros Attila vagyok, a Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Technikum és Szakközépiskolából. Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogy hogyan tudunk belépni a krétarendszerbe, hogyan tudjuk elkönyvelni az óráinkat, illetve a diákjainknak hogyan tudunk érdeméget adni. Először is látogassunk el az iskolánk honlapjára, ez a www.bányaiskola.hu címen található. Az ikonok közül keressük meg a kréta ikont és kattintsunk rá. Egy új ablak jelenik meg. Az intézménytől kapott felhasználó és jelszóval jelentkezzünk be. A következő ablakban válasszuk az elektronikus napló csempét. Már is betöltődött a saját órarendünk. Ezen a felületen tudunk órákat könyvelni. Netán véletlenül elnavigáltunk volna erre az oldalról, akkor egyszerűen visszatalálunk, hogyha a kréta ikonra kattintunk. De az is egy megoldás, hogyha a haladási napló kitöltése menüpontot választjuk. Tehát itt látjuk az óráinkat. Az aktuális nap mindig sárga színűen jelenik meg. Dátumválasztóval más dátumokat, más heteket is kiválaszthatunk. Előre a jövőbeni eseményt természetesen nem tudjuk könyvelni, mindig csak az adott napot, vagy a régebben megtörtént óráinkat tudjuk lenaplózni. Válasszuk ki az első órát. A megnyíló ablakba meg tudjuk adni az óra témáját, illetve a csoportunkba járó diákok névsorát látjuk. Először is adjuk meg az óra témáját. A diákoknál a jelenlétet, illetve a hiányzást tudjuk beállítani. Értelemszerűen, hogyha a diákunk nem jött el az órára, akkor hiányzásra állítjuk. Hogyha részt vesz az órán, akkor a jelenlét opciót válasszuk ki. Lehetőségünk van késést megadni, ezt percekbe tudjuk mérni. Jelen esetben Kisvirág diákunk jelen volt az órán, viszont 5 percet késett. Értékelés adása. Ugyanebben az ablakban az oldalsó menüsorban válasszuk az értékelések menüpontot. Értékelés módja. Ez egy kötelezően kitöltendő elem. Ugye itt tudunk témazáró dolgozatokat, feleleteket, órai munkára adni érdemjegyeket. Jelen pillanatban most órai munkára fogok a kisvirágnak egy ötöst adni. Beixeltük az érdemjegyet, beállítottuk a megfelelő értéket, akkor meg kell nyomnunk a mentés gombot. Láthatjuk, hogy Kisvirágnak már bekerült egy ötös értékelés. Visszamegyünk a naplózásra, és ha mindent úgy vélünk, hogy helyesen töltöttük ki, menjünk az óra naplózása gombra. Ezzel az óránk naplózása megtörtént, az órarendünkben ez a nap, ez az óra zöldre váltott, ez azt jelenti, hogy a naplózásunk sikeres volt. Ha meg szeretnénk tudni a diákjaink osztályzatát, érdemjegyét, illetve adatait, választjuk a tanári feladatok menüpontot, a csoport tanulói almenüt. Itt fogjuk látni a csoportunkba járó diákjainknak a névsorát. Ha diákunkra rákattintunk, akkor kijön a teljes adatlap. Elérhetőségeket, a gondviselő adatait láthatjuk, illetve az eddigi értékeléseit tudjuk megnézni. Jelen pillanatban a kisvirágunk egy nagyon jó tanuló, ötösre áll mindenből. Jelszavunk megváltoztatása. Ha meg szeretnénk változtatni a kapott jelszót, akkor a jobb felső sarokban
választjuk a profilunkat. A profilbeállítások. És a jelszó módosítása. Menüpontban meg tudjuk változtatni a jelszavunkat. Régi jelszó természetesen az intézményből kapott jelszavunk, az új jelszó pedig az általunk tetszőlegesen választott kódsor, amely legalább 8 karakterből, számból és nagybetűből kell, hogy álljon. Ez megtörtént, menjünk a mentés gombra. Rendszerből történő kijelentkezés, szintén jobb felső sarokban választjuk a profilunkat, és a kijelentkezés gombra kattintva befejeztük az adminisztrációt. Én köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot kívánok mindenkinek!